Ma azt mondhatjuk el, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer felkészült a gyermekek fogadására. Tudjuk azt, hogy jelentős terhelés alatt van a gyermekvédelmi rendszer, hiszen az első 8 hónap adatait megnézzük, a bevándorlási hivatal adatai alapján több mint 8200 gyermeket regisztráltak. A tavasztól kezdve minden korábbinál jelentősebb áradat indult el, és minden korábbinál jelentősebb és nagyobb mértékű nyomás alá került a gyermekvédelmi rendszer. Ezt kellett az elmúlt időszakban kezelnünk, és azt meg szeretném köszönni a gyermekvédelemben dolgozó valamennyi munkatársamnak, hogy tudtuk kezelni ellátatlanul az elmúlt hónapokban, pusztán amiatt, hogy jelentősen megnőtt a terhelés, egy gyerek sem maradt ellátatlan. Valóban valamennyi olyan szükségletre tud reagálni, amelyek ezeknek a gyermekeknek akár testi, lelki, pszichés fejlődéséhez szükséges, az ő nemüknek, koruknak megfelelő segítséget tudja biztosítani, hiszen amely körülnéznek, látják, hogy itt sem arról van szó, hogy egy ágy és egy ebéd, cost quarté, hanem igenis van programszervezés, igenis mi úgy tekintünk ezekre a gyermekekre, hogy potenciálisan, ha hosszú távon nálunk maradnak, akkor ugyanúgy segítünk nekünk, mint a saját gyermekeinknek.